pénzmosás nagyüzemben. Egy dél-amerikai drogkartel is részt vett az ukrán-magyar határszakaszon a cigaretta csempészet pénzelésében. Nagybirtok helyett családi gazdaság. Több mint 10-szer annyi termőföldi bérleti szerződése van az államnak most, mint 2010-ben. Rossz hír az allergiásoknak. Több parlagfűvel fertőzött területre és intenzívebb virágzásra lehet számítani idén a csapadékos időjárás miatt. Egy dél-amerikai drogkartel is részt vett az ukrán-magyar határszakaszon a cigaretta csempészet pénzelésében. Erősítette meg a hírt szerkesztőségünknek Sárközi Alexandra, a NAV bűnügyi szóvivője. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A bűnszervezet a drogból származó pénzt mosta a cigaretta csempészettel. Az Ukrajnából, Szerbiából származó illegális jövedéki terméket Nyugat-Európába szállították volna tovább. Az illegális cigaretta behozatal rekordokat dönt. Idén eddig 154 millió szál cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök itthon, ennek 90%-át az észak-alföldi régióban. Több mint 500 000 forint értékű volt ez a navos cigaretta lefoglalás nemrég. 610.500 doboz cigarettát szállított volna a lengyel kamion. A pénzügyi nyomozók egy új elkövetési módszerrel találkoztak, amikor egy látszatra rendben lévő szállítmányt tartóztattak fel az M3-as Szabolcsi megyei szakaszán. Az idén ez a cigarettafogás is rekordnak számít, de kiderült az is, hogy több illegális cigarettacsempészettel összefüggő cselekmény mögött egy dél-amerikai drogkartel áll. A szóban forgó bűnszervezet egy vietnámi és egy egyiptomi személy irányításával, pénzmosással és cigarettacsempészettel foglalkozott. Egyrészt Nyugat-Európában eladott kábítószerből származó pénzt mostak tisztára, másrészt pedig Ukrajnából és Szerbiából csempésztek cigarettát, amelyet Magyarországon tároltak és osztottak el, hogy aztán tovább szállíthassák Nyugat-Európába. A bűnszervezet a cigaretta csempészethez szükséges eszközöket is tudta finanszírozni a kábítószer eladásából származó pénzből. A felderítés, a bizonyítékok összegyűjtése akár több, 9-12 hónapig is eltarthat egy ilyen ügyben. Az elmúlt időszakban 8-10 olyan szervezetet is azonosítottak a nyíregyházi pénzügyi nyomozók, amelyek cigaretta csempészetre szakosodtak. A jövedéki termékekkel való visszaélés az észak-alföldi régióban a leggyakoribb. 137 kilométeres határszakasz, amely a magyar-ukrán határ, uniós külső határszakasz is egyben, így a hazánkba és az Európában irányuló cigarettacsempészetnek legkritikusabb területe, hiszen az észak-alföldi régióban az összesen lefoglalt cigaretta körülbelül 90%-a. Innen származik. Éjjellátó eszközök, hőkamerák, ruhára szerelhető képrögzítő berendezések, drón, ezek mind segítik a felderítést. A Tiszán hamarosan légpárnás hajóval is járőröznek majd. A pénzügyőrök a technikai arzenál bővítésével is igyekeznek elejét venni a cigarettacsempészetnek. Mokka, a kábítószer kereső kutya buktatott le szerdán egy nyíregyházi drogdílert. Ahogy beengedték a lakásba, azonnal a konyhába szaladt a német juhász. Gazdája felemelte, mert a kutya a szekrény tetején jelzett, ott találták meg a kábítószert egy dobozban. Kis papírzacskóból csomagolták elő a drogot a nyomozók. Többek között 14 g kokain gyanús anyagot és 150 amfetamin tablettát találtak a házkutatás során. Emellett egy borítékban több mint 1 millió forintot is lefoglaltak. A 31 éves D. Robertet őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Kiraboltak egy férfit tegnap este Nyírbélteken. A rendőrök néhány percen belül a helyszínre érkeztek és el is fogták a két feltételezett elkövetőt. A 32 éves encsencsi férfi és a 33 éves encsencsi nő Nyírbéltek egyik utcájában szólított meg egy 69 éves budapesti férfit. A sértettől pénzt követeltek, de mivel ő nem volt hajlandó a kérésüknek eleget tenni, egyre erélyesebben léptek fel vele szemben. A férfi lögdöste, míg a nő a pénz megszerzése érdekében megpróbált a zsebeiben nyúlni, levenni a hátán lévő hátizsákot, amíg végül a földre lögték. A sértett felállt, de újra rátámadtak, ezért átadott nekik némi apró pénzt, és bemenekült egy családi ház udvarára, ahová támadói már nem követték. Az elkövetőket a rendőrök kihallgatták és bűnügyi őrizetbe vették.
Több mint 10-szer annyi termőföldi bérleti szerződése van az államnak most, mint 2010-ben. A kormány célja az, hogy a nagybirtok és a családi gazdaságok arányát 50-50 százalékról 20-80 százalékra változtassa. Erről beszélt az Idők jelei című konferencián Bitay Márton földművelésügyi államtitkár szerda este Nyíregyházán. A konferencián a falusi életmód és a vidéki gazdaság újraélesztéséről és kisebbségi kérdésekről volt szó. Kikiáltási ára 112 millió. November 16-án kezdődtek a földárverések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ősszel 176 földrészletet hirdettek meg, amiből 151 el is kelt. Ez azt jelenti, hogy több mint 80%-a a birtokoknak gazdára talált. Országosan eddig 11 ezer vásárló 180 ezer hektárt vett meg. Bitay Márton földművelésügyi államtitkár azt mondta, a kormány a családi gazdaságok arányát szeretné növelni a korábbi 50%-ról 80%-ra. Mi 2010-ben volt az államnak 600 bérleti szerződése, most van több mint 8000. Tehát az vitán felül áll, hogy sokkal több embernek, ebből kifőleg, mivel egy méretű országunk van, sokkal kisebb birtoktestekben adtunk több embernek termőföldet. És most őnekik lehetőségük van, meg bárkinek, aki megfelel a földforgalmi törvénynek és elmegy egy árverésre, még újabb földeket, de már nem bérletben, hanem tulajdonban adni. Azért, mert jó is, hogy most egy ilyen feladattal zavarta össze az életemet, emiatt én nekem másként kéne gondolkodnom. Borbán Zoltán, a Kaposvári Egyetem kancellárja azt mondta, paraszti családból származik, és a mai napig így gondolkodik. Ő írta az Idők jelei című kiadványban a mezőgazdasággal foglalkozó részt, amelyben számos a falusi életmód népszerűsítését célzó kérdés felvetett. Hogyan lehet rábírni a megváltozott körülmények között a fiataljainkat, hogy igenis maradjanak helyben, igenis próbáljanak életet tervezni helyben, igenis próbáljanak meg családot alapítani, minél tisztább, minél egyszerűbb, minél inkább a mindenható számára kedves életet fogalmazni meg maguknak. A mezőgazdaság csak az egyik téma a 16-ból, amivel a konferenciákon foglalkoznak. A szerda esti program főszervezője azt mondta, a nyíregyháziak kérték, hogy ezekről legyen szó. Itt ez a kérés született, hogy az agrárium és a hátrányos helyzet, tehát a felzárkóztatás legyen az a téma, ami igazán az embereket esetleg érdekli. Nyilván minden téma érdekli, de valamit ki kell választani, mert 16 témát nem lehet előadni. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületének és a professzorok Batthyány körének konferencia sorozata más városokban folytatódik. Többek között nemzetpolitikáról, migrációról és oktatásról is szó lesz. 100 000 forintot kaphatnak évente az alkalmazottak az új kafetéria rendszerben. Ma szavazott az országgyűlés az új szabályozásról, amely 2017. január 1-től lép életbe. A közszférában 100 000, míg a magánszektorban 350 000 forintot is utalhat a munkáltató a szépkártyára. A turizmus fellendüléséhez jelentősen hozzájárult a szépkártya. Tavaly 90,5 milliárd forinttal töltötték fel a munkaadók a kártyákat. Az Erzsébet program működését is biztosítani fogja a kormány, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Több parlagfűvel fertőzött területre és intenzívebb virágzásra lehet számítani idén a csapadékos időjárás miatt. A felkészülést és a védekezést már most érdemes elkezdeni. Július 1-től a hatóság is ellenőrzi a földeket. A csapadékos tavasz miatt az idei évben nagyobb területeken találkozhatunk az allergén növénnyel, intenzívebb lesz a virágzás is. A szakemberek szerint a megelőzés minden esetben hatásosabb és egyszerűbb, mint a kezelés. Július 1-jéig minden termelőnek és földhasználónak meg kell akadályoznia a gyomnövény virágbimbós állapotának kialakulását. A tavalyi évhez képest valószínű, hogy sokkal több parlagfűvel fogunk találkozni, és így parlagfű pollennel is, hisz a tavaszunk az csapadékosabb volt, és a talajban levő magok közül sokkal több csirázott, sokkal több hajtott ki, és sokkal intenzívebben is fog nőni. A gabona és repcefélékben akár egy permetezéssel is megelőzhető a gyomnövény elterjedése. A védekezés azért is fontos, mert a bírság akár az 5 millió forintot is elérheti. Hogyha a betakarítás következtében a területen
nem végezzük el a tarlóápolást, akkor jelenik meg a parlagfű. Ugye a parlagfű azt jelenti, hogy kicsit műveljük, kicsit nem műveljük a területet, ez a parlag, emiatt ennek ez kedvez a parlagfűvet kerésének. Hogyha ezt okszerűen is megfelelően használjuk, tehát van olyan gyomirtószer, aminek van talajhatása, és ez mind a repcében, mind a búzában van ilyen készítmény, akkor a csirázását fogjuk ezáltal megakadályozni, és egy egyszerű talajműveléssel, talajápolással meg tudjuk oldani azt, hogy a parlagfű nem fog csirázni a tarlókon. Megyén korábban az ország parlagfűvel leginkább fertőzött területei közé tartozott. Az utóbbi években viszont egyre jobb a helyzet a keleti részen is, bár nehezíti a védekezést, hogy a szomszédos országokban, Ukrajnában és Romániában egyáltalán nem foglalkoznak a parlagfűmentesítéssel. Ellenzi az önkormányzatokra kirólt úgynevezett szolidaritási adó kivetését az MSZP. Halmi József, a párt megyei alelnöke mai nyíregyházi tájékoztatóján azt mondta, 2010 óta folyamatosan vonja el a feladatokat és a pénzt az állam az önkormányzatoktól. A legfrissebb elképzelések szerint átveszi az iskolák működtetését is úgy, hogy az üzemeltetési költségekért cserébe szolidaritási adót vet ki a településekre. Halmi József szerint a Fidesz célja az, hogy felszámolja az önkormányzatiságot. Most már az önkormányzati tulajdont használja, és majd az önkormányzatok fizetnek azért, hogy az állam ezt használhatja. Felháborító. Annak idején a megyét vagyontalanították, elvontak minden vagyont, ma meg egy-két irodáért kunyerálnak a megyei vezetők, hogy elférjenek. Ugyanezt akarják az önkormányzatoknál. Az önkormányzati tulajdont, ami az önkormányzati emberekért el akarja venni teljesen az állam, ez felháborító, és visszautasítjuk, és elak ezekkel az önkormányzatoktól. Akár 30 ezer forintos pénzbüntetésre is számíthatnak azok, akik szabálytalanul hajtanak át kerékpárral a gyalogátkelő helyeken. Ezt is megtudhatták a diákok egy Mária Pócsi rendezvényen. A részletekről a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. 3 napon keresztül Nyíregyházán edzőtáborozott a riói olimpiára készülő sportlövő válogatott 4 tagja. Csonka Zsófia, Tobai Siker Renáta, Szabián Norbert és Tátrai Miklós lőállásba állt egy speciális versenyen is. Azai pályán a Szolnok ellen zárja a bajnokságot a Kisvárda Masztergúd. A várdaiak a labdarúgó NB2 legutóbbi fordulójában 5-1-re nyertek Sopronban, így a tabella 4. helyén állva várják a szezon utolsó meccsét. Akár 30 ezer forintos pénzbüntetésre is számíthatnak azok, akik szabálytalanul hajtanak át kerékpárral a gyalogátkelő helyeken. Ezt is megtudhatták a gyerekek Mária Pócson a 4. bűn és baleset megelőzési megyei versenyen. Ezen kívül láthattak kutyás és kommandós bemutatót, valamint találkozhattak a filmekből már ismert valódi helyszínelők munkájával is. Ügyességi kerékpáros akadályversenyen egyensúlyoznak a gyerekek Mária Pócson. A sátrakban kreszteszteket töltenek ki, valamint bűnmegelőzési felvilágosításról hallgatnak előadást a hátrányos helyzetű családokból származó fiatalok. Az egyik sátorban egy motorszimulátor, míg egy másikban az igazi helyszínelők várták a kíváncsi diákokat. A legtöbben azonban az ügyességi verseny miatt izgultak, a pálya ugyanis nehéz volt, minden eleme a városi közlekedés szimulálta. Olyan akadályokat állítottunk fel, amelyekkel a városi közlekedésben találkozhatnak a gyerekek. Speciális a pálya, abból kifolyólag, hogy lassan kell végig rajta haladniuk, illetve a végighaladás során figyelni minden bójára. Ez lehetőleg arra fog kimenni a végén, hogy minél biztonságosabban és pontosabban tudják végrehajtani úgy a pályát, mint a városi közlekedést. Egy ilyen áthajtás az ebrán a való életben 30 ezer forintba kerülhet, ezért érdemes a bicikliseknek körültekintően közlekedni. Ezt is megtudhatták a diákok a rendezvényen, amelynek célja azonban nem csak a bűn és baleset megelőzés volt. A megyei rendőrkapitány arról beszélt, hogy már fiatal korban érdemes elkezdeni a toborzást a rendőri hivatásra. Nem titkolt célunk, hogy ezen fiatalok közül reményeink szerint a legjobbak majd bekerülnek közénk, akik magukkal húzzák kortársaikat, akik valóban perspektívát, lehetőséget látnak a rendészeti pályában, hiszen ez egy nagyon nagy vonzó család. Ebben rengeteg hivatásos kollega dolgozik, fegyveres biztonsági őr, közalkalmazott, a kormánytisztviselők. Megvan mindenkinek a helye, aki szereti a rendet, tiszteli a törvényt, betartja és betartatja mindenkivel. Balog Albert, az országos cigány önkormányzat képviselője arról beszélt a rendezvényen, hogy a roma fiatalok között egyre népszerűbb a rendőri pálya. Egyre több roma fiatal jelentkezik a rendőri pályára. Ebben látnak hosszú távú perspektívát,
Mindazok ellenére, hogy komoly kihívásoknak kell megfelelni, mind szellemileg, mind fizikálisan, és hangsúlyozom, hogy örömmel tapasztalom, hogy sok roma fiatal van most ezen a pályán. A versenyt negyedik alkalommal rendezték meg Máriapúcson, és mintegy 70 diák vett részt a megmérettetésben. Három napon keresztül Nyíregyházán edzőtáborozott a riói olimpiára készülő sportlövő válogatott négy tagja. Csonka Zsófia, Tobai Siker Renáta, Szabján Norbert és Tátrai Miklós lőállásba állt egy speciális versenyen is. A magyar sportlövők eddig 7 arany, 3 ezüst és 7 bronzérmet szereztek az olimpiai játékokon, legutóbb 2004-ben Igali Diana állhatott fel a dobogó tetejére. 4 éve Londonban 3-an képviselték a magyar színeket, Rióban viszont 8 magyar versenyző állhat majd lőállásba. A válogatott keret fele, azaz 4 versenyző 3 napon keresztül Nyíregyházán vett részt egy mini edzőtáborozáson. A célkitűzés az, hogy legyen 2004 után újra érmes sportlövő az olimpián. Ez nem változott attól, hogy a kvóták száma nagyobb lett, sőt, olyan versenyzők szereztek olimpiai kvótát a tapasztalt olimpikonok, öreg olimpikonok mögött, akik fiatal tehetséges sportolók és már korosztályukban szereztek érmeket, illetve világcsúcsot lőtt Péni István például azóta, mióta olimpiai kvótát szerzett, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon erős a csapat. A Londonban 6. helyen záró Csonka Zsófia 4. olimpiájára készül. A mindkét pisztolyszámban induló hölgy Rióban szeretné kamatoztatni eddigi tapasztalatait. Nyilván a legfrissebb emlék London, és amúgy a legjobb olimpia, én azt gondolom, London volt a 3 közül. Nyilván ez egy szubjektív vélemény, viszont az összes dolgot egybevéve nekem London volt a legjobb. Atén volt talán még, ami így kiemelkedik, és az, ami ugye az első olimpia volt, egy teljes új világ nyílt meg előttem, és új élmények. Most már azért egészen más szemmel készülök én is, és más szemmel nézek egy olimpiai falut, vagy egy helyszínt, és egészen mások a céljaim, mint akkor. 2014. szeptemberében a sportlövő világbajnokságon Tobai Siker Renáta szerezte meg Magyarország első riói kvótáját. A szintén mindkét pisztolyos számban érdekelt versenyző először lőhet majd 5-karikás játékokon. Azt szeretném, hogy kihozzam magamból a maximumot, egy nagyon kiegyensúlyozott felkészülésen vagyok most már túl, illetve most fordulunk rá ugye a célegyenesre, most jön a 2 hónap hajrá a végén, és szeretném, hogy egy maradandó emlék maradjon ez az olimpia. Az edzőtábornak otthont adó Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület versenyzői is mozgalmas napokon vannak túl. Először is egy junior világkupán vettünk részt Vareha Attilával, ahol el tudom mondani, hogy nagyon ügyesen szerepelt, hiszen a korosztályával megint egy kategóriával feljebb indult, és egy nagyszerű tapasztalatgyűjtése volt elegendő. Ezek után Ljubljánában mentünk egy ESC döntőre, ahol mondhatom, hogy történelmet írtunk, hiszen magyar pisztolyos csapat még soha nem jutott döntőbe. Vilmos, Attila, illetve a nagy Vivien bekerültek a döntőbe, úgyhogy Bolognába folytathatjuk a versenyt. Ezek után pedig 2 napja az olimpiai reménységek bajnok tértünk haza, ahol Vilmos a remek szereplésével kivívta, hogy az Európa-bajnokságon részt vehet Tallinnban. Az említett Agádi Vilmos is részt vett azon a speciális versenyen, amelyen az olimpikonok is lőállásba álltak. A győzelmet a Csonka Zsófiával megerősített nyírvévé csapata szerezte meg a Nyíregyházi Városháza együttes előtt. A 3. helyen a Tobai Sikeren átás soraiban tudó Kelet-Magyarország szerkesztőségét képviselő csapat végzett. Hazai pályán a Szolnok ellen zárja a bajnokságot a Kisvárda Masztergód. A várdaiak a labdarúgó NB2 legutóbbi fordulójában 5-1-re nyertek Sopronban, így a tabella 4. helyén állva várják a szezon utolsó meccsét. Tovább javította a nagyszerű tavaszi idegenbeli mérlegét a Kisvárda Masztergód, a szezon utolsó előtti meccsén Sopronban 5-1-re nyert a másodosztály újonca. Erős Gábor 2 találata alapozta meg a sikert, a második gól után ráadásul emberelőnybe kerültek a vendégek. A folytatásban csak a különbség volt kérdéses, a hátralévő időben Koszta, Rajci és Mincél is a kapuba talált, míg a hazaiak erejéből csak egy szépítő gólra futotta. A kisvárdai visszaszerezte a 4. helyet a tabellán, amelyet a már bajnok Gyirmót vezet. A másik feljutó helyre a Mezőkövesd és az Alegerszeg pályázik. A várdaiak a zárófordulóban a 13. helyezett Szolnokot fogadják.
Mondhatjuk, hogy tét nélküli, mert nem juthatunk fel, a Szolnok már nem eshet ki, ez mégsem igaz, mert a Szolnokban több olyan játékos van, aki szeretne más csapatban lehetőséghez jutni. A mi együttesünkben is van olyan, aki nem fog nálunk maradni, és szeretne bizonyítani, de hát a legutolsó sorban pedig egy ünnepének nézünk elébe, azt követően természetesen egy ünnepi vacsora szurkolókkal, vezetőkkel együtt, és hát nem lenne jó egy olyan hangulatú vacsorát eltölteni, ami vereség után van, ezért mindenképpen győzni szeretnénk. A Kisvárda Masztergut Szolnok mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd Dunaújváros, Szeged Csákvár, Soroksár Sopron, Szigetszent Miklós Balmazújváros, Gyirmos Siófok, Zalaegerszeg Ajka és Budaörs Vác. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Egy dél-amerikai drogkartell is részt vett az ukrán-magyar határszakaszon a cigarettacsempészet pénzelésében, erősítette meg a hírt szerkesztőségünknek a NAV bűnügyi szóvivője. A bűnszervezet a drogból származó pénzt mosta a cigarettacsempészettel. Az Ukrajnából, Szerbiából származó illegális jövedéki terméket Nyugat-Európába szállították volna tovább. Több mint 10-szer annyi termőföldi bérleti szerződése van az államnak most, mint 2010-ben. A kormány célja az, hogy a nagybirtok és a családi gazdaságok arányát 50-50%-ról 20-80%-ra változtassa. Erről beszélt az Idők jelei című konferencián Bitay Márton, földművelésügyi államtitkár Nyíregyházán. Több parlagfűvel fertőzött területre és intenzívebb virágzásra lehet számítani idén a csapadékos időjárás miatt. A felkészülést és a védekezést már most érdemes elkezdeni, július 1-től a hatóság is ellenőrzi a földeket. A Kölcsey Televízió híradóját látták június 2-án csütörtökön. Friss hírekkel péntek este is várjuk majd Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Gyengül a Kárpát-medence időjárását is meghatározó légörvény hatása. Eleinte sokfelé, pénteken kevesebb helyen lehet csapadék. Éjjel gyakran lesz erősen felhős az ég, zápor valószínű. Helyenként zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9-13 fok között alakul. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, zápor előfordulhat. Helyenként zivatar is kialakulhat. Az északi szél helyenként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21-24 fok között alakul. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A hét utolsó napjaiban is változékony időjárásban lesz részünk, a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett gyakran megnövekszik a gomoly felhőzet, több felé esetleg több alkalommal is lehet zápor, zivatar. A jövő héten több napsütés várható, kevesebb helyen eshet, pár fokos melegedésre is számíthatunk.